Mard Issa a 49 éves iraki származású festőművész és író, a Bagdadi Képzőművészeti Akadémián, majd Olaszországban tanult. 1994-ben politikai menekültként költözött Norvégiába, ahol a Bergeni és az Oszlói Művészeti Akadémián folytatott tanulmányokat. Hosszú ideig Oszló mellett Askerban élt, ahol egy művészeti stúdiót és iskolát hozott létre, majd 2009-ben saját nevén galériát indított. A világ számos helyén állított már ki, Budapesten korábban két alkalommal is találkozhatott műveivel a közönség. A nyíregyházi tárlatot Zánki Tóth Enikő nyitotta meg, aki elmondta, mivel Mard Issa nem csak alkotóként, hanem tanárként is ismert Norvégiában, a jövőben bizonyára a megyeszékhelyen is része lesz majd életének a tanítás. Norvégiában, Asker településen, ahol ők éltek eddig, van neki egy galériája és egy stúdiója, ahol amatőr és kevésbé amatőr festőket, festőművészeket tanít, a festészet alapjaitól kezdve a különböző technikákat, ismertetést, természetesen művészettörténeti betekintést is nyújt a hallgatóinak. Mard Issa felesége nyíregyházi születésű, a házaspár közel 10 évig élt Norvégiában, de az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy hazaköltöznek. Az alkotó számos művészeti egyesület tagja, munkáit általában olajjal készíti, gyakran használ nagyméretű vásznat. Művészete nem csak a külső, hanem a bennünk lévő belső világot is visszatükrözi. Úgy gondolom, hogy a stílusom a modern szürrealizmus, de a képeim mögött mindig van egy történet. Nem egyszerűen csak festmények, hanem fontos a háttértörténet. A képeimmel mindig el akarok mondani valamit. A kiállítás augusztus 22-ig látogatható a Pál Gyula teremben.